A Bonyhádi Zomelfest keretében az augusztus 10-i szombati napon az önkormányzat jubileumi ünnepségen köszöntötte a németországi Vernau-ból érkezett delegációt, ugyanis a két város már 35 éve testvértelepülési kapcsolat köti össze egymással. A résztvevők ezt követően egy hajót ábrázoló alkotást, úgynevezett Urmerschachtelt is avattak, amely a németek magyarországi betelepülése előtt állít emléket. Vasárnap aztán a kulturális műsoroké volt a főszerep. Folytatódik ma a Zomelfest programmal, ami igazából német magyarországi német táncsoportok, illetve német táncsoportok fellépésével folytatódik. Az év további részében konferenciát, illetve hagyományos magyarországi német programokat fogunk még szervezni a Bonyhádi Német Önkormányzat szervezésében. A műsorban fellépett a Vernau-ból érkezett csoport is. Egy szatmárit adtunk elő a mai napon. Minden alkalommal jól érezzük magunkat Bonyhádon, mikor ide látogatunk. Mindig szeretettel fogadnak minket. A Bonyhádi Kranzlein Néptánc Egyesület növendékei is megcsillogtatták tudásukat. A picikékkel hetente egyszer van próbánk, és próbáljuk a hagyományőrző táncokat megtanítani nekik, de persze modern táncokat is. Most hagyományőrző táncot adtunk elő, az Ich seh dich-et, a Sternpolkát, és az egy a cikói tánc koreográfiából egy picit, ami rájuk vonatkozik, a picik táncát. A csoportok produkcióira sokan voltak kíváncsiak. Ez egy jó kezdeményezés. Sajnos az időjárás az befolyásolja, gondolom ez a nagy hőség, emiatt mi is nem az elejétől nézzük. Hát aranyosak, szépek, csinosak, jó a zene, jó a tánc, nagyon szép volt a harmonikás együttes. A rendezvényt a Bonyhádi Tarka Fesztivállal egy hétvégén tartották meg, a helyiek és kilátogatók így tartalmasan tölthették el az elmúlt időszakot.